Nagyon örülök, hogy igen, persze, segítek neked. Szervusztok, gyerekek! Ja, Mikulás bácsi! Mikulás bácsi, biztos nagyon elfáradtál. Hosszútat tettem meg. Hogy foglalj helyet, gyere, hogy pihenj egy kicsit, jó? Köszönöm szépen! Kényelmesen. Biztos nagyon elfáradtál. Ugye, gyerekek, már nagyon vártuk a Mikulást. Igen! És én úgy emlékszem, hogy ti nagyon sok szép verset, meg éneket tudtok, ugye? Igen! Igen. Mikulás bácsi, és idén nem egyedül jöttél, hoztál magaddal hát, valaki? Igen, hoztam segítséget, mert hát ugye én is öregszem, és kell a segítség. Mikulás bácsi, énekelünk neked egyet. Nagyon jó? Helyes. Gyerekek, énekeljük el a Hullapelyhes Fehér Hó című dalt, jó? Figyeljük Anikóból nénire. Hullapelyhes Fehér Hó, jöjj el kedves félapó, minden gyermek várva vár, vidám élek hangja szád, van zsákodban minden jó, nagyon ügyesek voltak. Mikulás, sért megvicsinem a gyerekeket, de ügyesek voltak, ugye? Igen, igen, nagyon ügyesek. Mikulás bácsi, minden csoport tanult neked verset. Elmondjuk a Mikulás bácsinak, gyerekek? Igen. Akkor megkérjük először a Katica csoportos gyerekeket, hogy mondják el a versüket, jó? Nagyon hangosan mondjátok, mert a Mikulás bácsi már mondta, hogy idős bácsi, nem biztos, hogy jól fogja hallani, ha nem beszélünk hangosan, jó? De becserélek! Jön a Mikulás! A Mikulás hosszal csipkézi a bundáját, nehéz futonyban a hátát, hópihet ull a szokállát, mikor hozzád megérkezik, cipőt sok-sok jóval telik. Hulla, hó, nézd odakint, a Mikulás nékedint. Nagyon ügyesek vagytok. Tanultunk még sok-sok közös éneket is. Énekeljük el együtt a Télapó itt van című dalt. Figyeljünk az Anikóval, jó? Télapó itt van, hó a subája, ég a cipője, lent a szakálla, zsár-zsár, teli zsár, piros szalma aranyák, két szarvas húzta, szár lepítette, gömbölyű nagyon ügyesek vagytok. Én úgy tudom, hogy a Mici Mackó csoport is tanult egy verset. Jól tudom? Tanultatok? Igen. Elmondjátok a Mikulás bácsinak? Igen. Gazdag esi, megjött a télapó, szárnyon jött a hegyen, felelő úgy csúsztatták, járják tükrös hegyidón, vízilárok voltak. Sárban áfonyát küldött az
Hát ti is nagyon ügyesek vagytok. Na, amiért ilyen ügyesek voltatok, én hoztam ám nektek ajándékot. Megkérdezik. Még van, még pár verset tanultunk meg éneket. Elénekelhetjük? Nagyon, el, nagyon szívesen meghallgatom. Nagyon szépen meghallgassuk, vagy nagyon szívesen van. A pattany pajtás dalt is tanultuk, azt is énekeljük el a Mikulának. Hát figyeljünk az, ami kóban én. Pattany pajtás, pattany parkó, nézd már Lilikán az ajtó, kint fejhegyben hull a hó, csint van itt a télapó. Most már csak a nyuszi csoportosok nem mondták el a versüket, pedig mi is tanultunk egyet, ugye? Elmondjuk a Mikulás bácsinak? Igen. Sarkati Sándor télapó, helyen völgyön mi a hó, lassan lépked télapó, őszakárán érezzen, messzi földből érkezzen, kampos botja imbolyog, úttonyában mit hozott? Mindenféle földi jót, dundi diót, magyarót, lassan lépked mély a hó, siess jobban télapó. Nagyon ügyesek voltatok ti is. Kedves télapó bácsi, te minden évben megajándékozol bennünket. Most is hoztál valamit a gyerekeknek? Igen, igen, hoztam, és ha jönnek az óvónénik segíteni, kiosztani, segítek akkor... Segítek én neked, Mikulás akkor, bácsi, mert már nagyon-nagyon öreg vagy. Igen. Van egy olyan, hogy nyuszi csoport. Nyuszi csoport óvónénie. Engedtek, nyuszikáim, engedtek. Köszönjük szépen, Mikulás bácsi, nagyon aranyos voltál. Jövőre se felejts el minket. Igen. Azt mondja, van egy olyan Mici Mackó csoport, ugye? Gyere, Mici Mackó csoport, ahol néni egyet. Mekkora nagyság, a mindenit. Köszönjük szépen, Mikulás. Utoljára, de nem utolsó sorba, a Katica csoport. Mikulás bácsi, nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, de mi már nem tartunk fel téged, mert tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok helyen vagyunk. Este végigjárod a házat. A cipőket ki pucolni, nem koszosan kirakni. Gyertek már most anyám! Köszönjük szépen! Yeah, I feel like...